Mindannyiunk nevében köszönöm Brummel Krisztián kitűnő előadását, és most pedig tisztelettel szólítom Jánoska Ferenc egyetemi docens, nem tudom, már megérkezik, felvette Waldenét is, mert úgy illik, hogy Waldenben fogja tartani az előadását, aki pedig a híres, neves, a szülőföldünknek értékes selvezi hagyományokról fog szólni. És mégis szép köszöntéssel szeretnénk kezdeni. Ennek megvan az a varázsa, hogyha az ember nem emlékszik arra, hogy az illetővel, akivel találkozik, tegeződik-e vagy magázódik, akkor ez egy teljesen kellemes és tökéletes megoldást jelent, és hát aki bejön hozzánk a kampuszra az egyetembe, az megtapasztalhatja, hogy ott mindenki köszön mindenkinek, és ha nem tudja eldönteni, akkor a jó szerencsét az ebben a tekintetben mindenképpen egy kellemes megoldás. Amikor az előadás címén gondolkodtunk, akkor hát, és itt Emeritus Rektor úrra nézek, egy kicsit a rám jellemző barokk körmondatok visszaköszönnek a címben, lehetett volna ezt persze egy picit egyszerűbben megfogalmazni, de hát mindenkit egy nagyon izgalmas és nagyon változatos utazásra, időbeli és térbeli utazásra szeretnék hívni. Vademek úr, gyere velem! A történelmi Magyarország, a magyarok lakta település szerkezet, hát lehetünk egy picit elfogultak, két legnagyobb városát fogjuk időben és térben végig látogatni. Ugye a kiinduló pontunk Selmecbánya, ami hát önmagában egy ékszerdoboz, és hát aki járt ott, az soha nem felejti el, és mindig vissza szeretne menni. Egy kicsit, én azt szoktam mondani, egy kicsit olyan, mint a Székelyföld, hogyha egyszer ott jártunk, mindenképpen vissza kell mennünk. És Selmecbányának olyan apró pici részleteit tudjuk felfedezni, éppen legutóbb polgármester úrral volt ilyen szerencsénk együtt felfedezni olyan pici részeit, amit adott esetben még soha senki nem láthatott. És Selmec szép télen és szép nyáron és bármely időpillanatban. Annyira szép, hogy megint elfogult vagyok, az általam legnagyobbnak és legnagyobb zseninek tartott magyar festő, Csontváry Kosztva Tivadar is egy gyönyörű panoráma képet festett Selmecbánya látképéről, és ebben visszaköszön minden, ami Selmecen gyönyörű, maga a város a völgyben, és körülötte a gyönyörű erdő, amihez hát megint egy picit hadd legyek elfogult. És hát az utazás végén a magyar szállásterület másik holtversenyben első legszebb városához érkezünk, Sopronhoz. De hát hol is indul ez a történet? Előre is elnézést kérek az itt ülő firmáktól, mert hát én csak egy balek vagyok itt számos ember szempontjából, hiszen ők nálam ezt sokkal jobban tudják, de hát én kaptam ezt a megtisztelő felkérést, és egy picit próbálom leegyszerűsíteni a történetet. 1735-ben az ezen a néven harmadik Károly király, magyar király alapítja meg a bányászati tanintézetet Selmecbányán. 1762-ben Mária Terézia rendeletére ezt egy bányászati akadémiává fejlesztik, ez tulajdonképpen 1770-re áll fel, amikor már három tanszék működik, majd nekünk erdészeknek 1807, 1808, 1809, hát ugye a honfoglalás is több évig tartott, és kibögtük, hogy 896 év volt a honfoglalás kezdete, nekünk ez a legkedvesebb, mert ekkor alapítják az erdészeti tanintézetet. Majd 1846-ban az erdészek kvázi hasonló rangra kerülnek, mint a bányászok. Ezt a bányászok persze nem nézték jó szemmel, mert megalapítják a Császári és Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémiát. Közben persze forradalom és szabadságharc, és aztán 1867 a kiegyezés, amikor Bányászati és Erdészeti Akadémia néven már magyar nyelvű intézményé válik ebben a gyönyörű városban, ami előd és jogintézményünk. 1894-ben újabb névváltozás következik, Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Főiskolává alakítják át, és igazgató helyett már rektor áll az intézménynek az élén. Csak hát 1914-18-ban a szövetségeseinkkel együtt ugye elveszítjük az első világháborút, és hát a csehek mérhetetlen étvágya, fogalmazunk talán ilyen egyszerűen, arra kényszeríti akadémiánkat, alma máterünket, hogy meneküljön ebből a gyönyörű városból. 18
decemberében kezdődik meg ez a menekülés, pedig a főiskolások, az akadémisták vérrel áldoztak hazáért és királyért. Például a bal felső képen látható 12 vitézből tudjuk, hogy 6-an elestek az első világháborúban. Több próbálkozás után, vagy megbeszélés után a legendás soproni polgármester Turnell Mihály jóvoltából aztán a képen látható Károly laktanyában kap ideiglenes elhelyezést a főiskola. 1919 áprilisában megindul az oktatás. Hát a Károly laktanyában ugye nem sok minden van, ez a főépület látható, ha jól tudom, akkor ez egy szociális otthon most. Az összes többi épület helyén, mert a második világháborúban megsemmisült, a lakótelep, a József Attila lakótelep áll. Hát a távlati képe az nagyjából így nézett ki. És hát mindenki számára ismert, hogy alig melegedett meg az új Székvárosban a főiskola, amikor újabb véráldozatot és újabb kihívást kellett elszenvednie. Az Ágfaldi csatában 1921. szeptember 8-án két főiskolás, Malcsak Gyula és Szecsány Jelenér áldozza életét a hazáért és az új Székvárosért. 1922-ben kerül a főiskola a mai kampuszra tulajdonképpen, a Honvéd Főreáliskola épületeit kapja meg, amelyet, hát hogy az építész professzor úrhoz is kapcsolódjak, Alpár Ignác tervezett, 1894-96 években épült meg, és azt hiszem, hogy abba az életművel tökéletesen beleillik és nagyon jellemző az ő építészeti stílusára. És hát ebben az új épületben kezdődik meg az oktatásuk, még amikor Honvéd főreáliskolaként működött ezen a fotón, aztán Magyar Királyi Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola, majd később a Budapesti József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemhez csatolják, és annak egy kara lesz Bánykohó és Erdőmérnöki Kar néven, tehát egy kicsit bővül, ez talán a következő képen jobban látszik, a felirat a homlokzaton a címer alatt. A következő képet csak érdekességképpen mutatom, amikor a kép alá azt írták, hogy Erdőbányászati Mérnöki Műegyetem. Tehát valaki valamit nagyon félreértett. A történelem viharai sajnos nem kerülték el az intézmény továbbra sem, a második világháborúban is a hallgatók segítségével sikerült az egyetemet, illetve az értékeket itt tartani. 1956 előtt, pedig 1949-től kezdődően megint van egy trauma, amikor az évszázados testvériségben velünk élő bányász és kohász testvéreket kényszerből Miskolcra költöztetik. Ez a költöztetés 10 éven keresztül tart, 1959-hez fejeződik be. Hát akkor azt még úgy hívták, hogy Rákosi Mátyás Nehézipari Műszaki Egyetem, szerencsére ez már aztán idővel kikerült a nevéből. 1956-ban, a forradalom idején pedig, illetve a forradalom elveszítését követően több száz hallgató kerül nyugatra, közülük 200 hallgató és 14 oktató talán a legtávolabbi pontra, Vancouverbe kerül, ahol Soproni Divízió néven fejezhetik be magyar nyelven a tanulmányaikat. 1962-ben alakul meg az Erdészeti és Falikai Egyetem, majd hát olyan rengeteg névváltozás van, hogy az egész előadást ezt töltené ki, úgyhogy tulajdonképpen az egyetem történeteket ezzel a diával le is zárnám, és ma Soproni Egyetem néven működünk, ilyenkor mindig eszembe jut, mikor a Ságvári Endréről elnevezett iskola egykori és valamikori diákjai tiltakoztak, hogy hát ők a Ságváriba jártak. Hát nekünk az elmúlt 30 évben volt, nem tudom, hány nevünk professzor úr. Követhetetlen. Tehát ahhoz ki, és azért még mindig soproni akadémisták vagyunk. A diákhagyományok eredete, és hát itt a címhez azért vissza lehet kanyarodni, részben, és ez nagyon szépen látszik a többek között a teremben helyet foglaló Szemlei Tamás, vagy az Kisfül nótakincsünket feldolgozó könyvében, hogy sokszor valóban, nyomon követhetően a középkorból eredeztethető. Az ő által összeállított nótáskönyvünkben 1500-as dátumok vannak, amikor azokat a nótákat már énekelték és vagy lejegyezték. A diák szokások pedig nagyon erősen kötődtek az európai egyetemekhez, hiszen onnan jöttek, szabadon áramoltak, ha lehet ilyet mondani a hallgató, Selmeczre, különösen amikor ez nyilvános intézmény lett 1794-től kezdődően. És hát a másik forrás a diákhagyományoknak a céhek szokásai, amelyek szintén erősen a középkorban gyökereznek, és ugyanúgy nagyon rigorózus és nagyon precíz
módon lehetett csak bekerülni akár a diákok közé, akár a céhek közösségébe, és mindig volt egyfajta határvonal, amitől kezdődően valaki akár a diákság, akár a céhek tagjának valhatta magát. A selmeci diákok, a selmeci bursok részben a képen látható, ma már nem létező Schacht nevű jó érzékkel a város határain kívül elhelyezkedő kocsmában mulatták az időt, mert kevésbé zavarták a nyáspolgárokat, esetleges kisebb-nagyobb hangoskodásokkal. És hát itt a diákság hagyományai, a diák élet nagyjából itt alakult ki, mondom, a középkori egyetemek, illetve a céhek szokásai alapján. 1808-ban, amikor az Elvészeti Tanintézetet alapították, akkor Selmecbánya már egy jó hívű diákváros volt, hiszen amikor megalakult a Bányászati Akadémia, akkor ez ilyen tudományterületen Európa egyetlen intézménye volt, és a Magyar Műszaki Felsőoktatás első intézménye is volt egyben. És hát ide Európa nem csak a birodalom területéről, hanem Európa számos országából érkeztek diákok, akik mindig hozták magukkal a saját hagyományaikat, és ezekből együttesen, én úgy szoktam ezt mondani, mint a patchwork, tehát egymásra rakódva alakultak ki azok a diák hagyományok, amelyeket hát ma is próbálunk életben tartani. A Schacht mellett egyébként a másik törzshely az Arany Bányuméshez címzett kocsma volt. Ez benn volt a belvárosban, tehát itt már valószínűleg nem lehetett annyira zajongani. Itt ma is egyébként egy ilyen műintézmény üzemel, nagyon kiváló vágott sört lehet itt inni, ha valaki Selmecre keveredik. A másik hely pedig, tehát az előbb említett Schacht nevű kocsma volt, és hát persze a nemzetiségi érzelmek azok a diákság szervezeteiben is tükröződtek. Megalakult először 1823-ban a Deutsche Gesellschaft und Schemnitz nevű szervezet, értelemszerűen alapvetően poroszos hagyományokon alapulva, de emellett a monarchia, illetve hát a Magyar Királyság területéről származó diákok a származási hely szerinti köröket, Erdélyi kör, Bánátia, Szepességi kör alakítottak meg. Döntő változást 1879 hoz, amikor megalakul a Selmeci Magyar Királyi Bányászati és Erdészeti Akadémia ifjúsági köre. Erre talán azt lehetne mondani, hogy a önkormányzatiság tekintetében, diák önkormányzatiság tekintetében a létező legtökéletesebb szervezet volt, olyannyira, hogy egyrészt magában foglalta az addig működő diák szervezeteket, másrészt, és meg is hagyva azoknak némileg a függetlenségét, itt egyébként a Selmecen kialakított ifjúsági köri ház látható, talán a felirat is olvasható a háznak a bal oldalán. Itt pedig hát a újabb kori képe, Pelinger Attila, az tankos barátom áll előtte, még egy kicsit hát filigránok termettel manapság. Gyakorlatilag korlátlan, érdekérvényesítő képességgel rendelkező kör volt, és önkormányzati szervezet volt az ifjúsági kör, és együttető döntés alapján például felsiszt mondhatott valamelyik diák társára, amely azt jelentette, hogy ha valakire kimondták a felsiszt a diákok, akkor annak a diáknak el kellett hagyni az akadémiát. Tehát nem az egyetem távoli, az akadémia távolította el, hanem a diákság vetette ki maga köréből azokat, akik nem voltak odavalók. És hát ahogy aztán Sopronban is, és hál' Istennek ez mindmáig így van, városi ünnepségeken, rendezvényeken a diákság szintén megkerülhetetlen tényező. A kényszerű Sopronba költözést követően is megmaradt az ifjúsági kör és az önkormányzatisága is, és még a két világháború közötti hát meglehetősen zavaros történelmi időben is amennyire lehetett távol tudta magát tartani a történelem, illetve az akkori politika hatásaitól. Nyilván 100%-os mértékig nem, de amennyire lehetett, én azt gondolom, ezt meg tudta valósítani. És hát a Sopronban a Rákóczi út 13 szám alatt szintén volt egy köri ház, egy ifjúsági köri ház, amelynek a falán egyébként, ahogy itt az előző nyíl mutatja, a hősi munkák, akkor már így kellett írni, hősi munkás halált halt, bányászok, kovászok, erdészek emlékére állítottak még 1948-ban emléktáblát, abban az évben, amikor aztán az ifjúsági körnek hatalom nyomására, a kommunista hatalom nyomására ki kellett mondania kvázi önkéntesen a megszűnését. Persze a diák az soha nem adja fel, elmegy hetedszer is vizsgázni, pedig nem tanult, de hát ha azt az egy tételt húzza, ami éppen jó lesz a számára, és nem adta fel azt sem, hogy a hagyományait őrizze, és a hagyományok búvópatakként megmaradtak akkor,
akkor is, amikor ezt a hatalom nem nézte jó néven, és amennyit lehetett, ha a külsőségeket nem engedte a hatalom, akkor a belsőségeket tartotta meg, tehát az összetartozás, az egy mindenkiért, mindenki egyért elve, az akkor is működött, amikor ezt a hatalom nem nézte jó szemmel, mert ezt meg lehetett tartani a sötét pincék mélyén, ahová, hát volt nekem egy muzulmán évfolyamtársam, aki két hónapig nem ivott alkoholt, aztán egyszer a pinceklubban igen. És hát kérdeztük, hogy hát Allah, azt mondta, hogy hát a föld alá Allah nem lát be. Szóval a hatalom se látott be a pincék mélyére, hogy hogyan őrizték a hagyományokat a diákok. Óriási szerencse volt, és a hatalom pillanatnyi éberség vesztése 1971-ben, amikor a vadászati világkiállításra hallgatókat kértek, szervezők, és hát, hogy akkor valami forma ruha legyen, és a hallgatók voltak annyira bölcsek, hogy azt mondták, hogy akkor a Walden. És a hatalom ébersége egy pillanatra elaludt, mert ugye ez, azt szoktam mondani, ez olyan, mint az ajtórés és a western csizma. Tehát kinyílt az ajtórés, bedugtuk a western csizma orrát, és onnantól kezdve már folyamatosan lehetett azt az ajtórést távítani, és újra vissza lehetett térni a diák élet sokak által megért és megénekelt szokásaihoz. Mit is ezek? Ugye kezdődik a balek fogadással, és ez kezdődött Selmecen is a balek fogadással, a kisbetű az nem véletlen. A balek, azt csak kisbetűvel lehet írni, nem mertem kisebbel, hogy még hátulról is lehessen látni. 1986-ban így fogadtak többek között bennünket, itt az én évfolyamtársaim látható, és aztán ez ugyanígy megvan a 2000-es években is. Ezt a polgárság egyre nehezebben tűri, én tudom, de ettől ez még él. És hát a balekot be kell vezetni az egyetemi életbe. Ennek egyik fontos része a balek 10 parancsolat, és itt professzor úrhoz megint lehet kapcsolódni, hiszen hát itt is van egy 10 parancsolat, és itt is van első három, és a többi, az első három az az, hogy balekus. És aztán jön a többi, hogy milyen legyen a balek. Persze aztán idővel jöttek hozzá továbbiak, de hát itt meg is kell állni egy pillanatra, mert aki nem tudja, hogy mi az a balek, annak el kell magyarázni. A balek zöldfülű, poroshasú, sárgás csőrű, ész és értelem nélküli véglény, amely, nem aki, amely minden tekintetben az isteni fényben tündöklő dicső firmák támogatására szól. Na de hát ki az a firma? A firma harmadéves vagy idősebb diák, mi jellemzi? Szorgalmas, bölcs, jóindulatú, mértéktartó, barátságos, és közben még isteni fényben is tündököl. A balek sárg nélküle semmire se jutna. Sok terhes feladata mellett, nem kímélve magát, ő a gyengébb nem legfőbb támasza is. Majdnem mindegyik zseni. És hát persze ennek a balek 10 parancsolatnak vannak ilyen képi ábrázolása is, ahol hát szépen lehet látni a balek és a firma közötti különbséget. Sokszor éri az a vád persze az egyetemistákat, hogy állandóan isznak. Csak az ivásról szól ez a történet. Ne legyenek kétségeink, hogy 200 évvel ezelőtt is ez a vád érte a diákságot, és ez felismerhető a meg kicsit nyáspolgárrá vált korabeli professzorok írásaiban is. 1927-ben például Róth Gyula ír megfeddően az akkori diákszokásokról. De hát nem csak erről szól a történet, hanem hát az egyetem élettel való ismerkedésről, a nótatanulásról és minden egyébről, amelyet aztán egy balett vizsga követ, hát itt a dékáni hivatal látható, akkor még gender szemlélet nem volt, de azért jól láthatóan nem ahhoz a társadalmi nemhez tartoznak, amelybe ugye beöltöztek. Bár a jobb oldalon ülő film már egészen jól elmenne most a gender szemléletből is, azt gondolom. És hát a balek vizsgán arról kell számot adni, hogy a balek mennyire talpra esett, mert hát ugyanúgy, ahogy a céheknél az volt a szokás, hogy kicsit letörni a szarvát és alakítani az új inas a cég szokásaihoz, itt is az a fontos, hogy a balek mennyire talpra esett, mennyire találja föl magát, mert ez egy frissen érettségizett emberke azt hiszi, hogy ővé a világ, és a kis csikó effektust egy picit le kell törni. És hát itt látható, hogy meg kell ismerkedni, hogy például mi a firma és a pogány firma és a balek közötti különbség. Aki átmegy a balett vizsgán, hát előbb-utóbb mindenki átmegy, akkor ezt követően balett keresztelés következik. Itt megint a mai modern gender szemléletben nehezen férünk bele, mert balett csak fiú lehet, de mi ezt leküzdöttük, meg elődeink is leküzdöttük, mert a lányokat fiúsítjuk. Tehát semmi probléma nincsen, itt éppen egy ilyen mozzanat látható, és hát ezt követően sörrel történik a balettoknak a megkeresztelése, átfogdaljuk őket a falbőrön, és már is balettká válhattak. Ez a szakestélyeken történik,
a szakespély az eredetét a korábban látott Schacht nevű kocsmára viszi vissza, ahol úgynevezett Schacht tágokat tartottak, ilyen eufémisztikusan úgy szokták ezt a történelmi könyveljük megfogalmazni, hogy hát szakmai kérdéseket beszéltek meg általában. Valójában ehhez némi alkoholt is fogyasztottak természetesen annak idején, és hát mi ezt a hagyományt híven őrizzük. Csak néhány különleges szakestély, ez az Almon volt, elődjeink 1973, ez a mi szakestünk firmáink búcsúztatója Brembergbányán, amikor még nem is volt oda egyszerű kijutni 1988-ban. Aztán egy 2007-es szakestély, egy különleges szakestély Selmecbányán 2008-ban a szakunk alapításának 200 éves évfordulója, és itt látszanak a tisztségviselők, fehér szalagban a Pézesz, aki szent és sérthetetlen, piros szalagban a nótabíró, Cantus Pézeszek, akik a nótát intonálják, kék szalagban a majordómuszok, akik az egésznek a rendjéért felelősek, sárga szalagban pedig a kontrapunktok, vagyis visszhangok, akik hát az elnök szavait visszhangozzák a terem legtávolabbi sarkába, és hát elől a Fuchsmajor, vagyis Balek Csőz, aki hát az ész és értelem nélküli balekságot igyekszik valamelyest, tehát alakítani azt, hogy normálisan tudjon viselkedni a szakestélyen. És hát itt egy egészen friss kép, ahol Barta professzor úr volt a Prézesz. És hát a szakestélyeken korsók is készülnek, sajnos nem fér több a képbe, de ez csak az én kis irodámban, mert otthonról haza kellett menekíteni, a feleségem beleegyezett abba, hogy döglött állatok csontjai lehetnek otthon a falon, tehát a trófeákra, a korsókat, azokat már be kellett menekíteni az egyetemben. És hát jelesebb eseményekre mindig készülünk egy-egy korsóval. Az egyetemi lét lezárása a valétálás, és ahogy mondtam, a búvó patak mindig megvolt, mert azért a valétál ugyan nem Waldenben, meg ugyan nem egyenruhában, de az 1959-es évfolyam Rácz József tanár úr valéta elnökségével és valéta szalagjával és a lombos töltfaággal azért végigvonult. Mi is végigvonultunk 1991-ben, és vonulunk azóta is 2008-2010, vagy éppen 2017 újabb, és nagyon szép újabb szokás szerint a tanári karral együtt, rektor úr és a dékán úr vezetésével. A valítálás megelőzi a szalagfertőzése, és a szalagfertőzésnek a legszebb momentum a koratavasszali március eleje táján a hattyútollazás, ami hát nagyon régi hagyomány, többféle magyarázata van, mi azt jobban szeretjük, ami valószínűleg nem a valóság, de mégis sokkal jobban hangzik, hogy egy egykori diáknak azt mondta a professzora, hogy hát addig nem megy át a vizsgán, amíg a háza előtt álló hattyú ki nem tollasodik, és hát milyen diákság, másnap reggelre kitollasodott a kőhattyú. Úgyhogy azóta is tollazzuk a hattyút, hogy mindenkinek sikerüljön az áróvizsga. A valétálás előtt egy szalamander megy, a szalamandra imbolygó. Ő ugye nem azért imbolyog, mert hosszú az út a kocsmából hazafele, hanem hát természetéből adódóan. Bányász lámpákkal vonulunk a szalamander előtt imbolyogva. Ez is annak magyarázat, hogy a célegények azok gezzemásban mentek, tehát ligasorban mentek, mi pedig szalamanderben megyünk végig. Nagyon büszke vagyok rá, hogy a 200 éves évfordulós Selmecbányán, akkor egyébként még elég elvakult szlovák nacionalisták fala között rohamrendőrökkel védve én vezethettem. Életemben először akkor egyébként a szalamandert Selmecbányán. Egyenruháinkról nagyon röviden azért bújtam bele, bár hát válban kicsit szűk, de azért még föl tudom venni, de akkor nem kapok levegőt, hogy inkább kigombolom. Kétféle egyenruhája volt a diákságnak, egy hétköznapi, ugye ez volt a jobb oldalon, illetve bal oldalon, rendezői bal oldalon látható grúben a bányászoknak, ugye a bányajáratok szűkössége miatt, hogy ne sértse föl a vállát, és voltak ünnepi viseletek, ez az erdészeknek egyébként az Attila volt, ami a jobb oldali képen látható. Hát ma a Waldent hordjuk, annak minden jellemvonásával, foltokkal, a foltoknak az eredete az volt, hogyha valahol elszakadt, akkor a kedves kislány volt rá egy másik foltot, és akkor lehetett tovább hordani, vagy egy-egy csapathoz való tartozást jelent, mint például itt rajtam látható a Bajszos Sármányok baráti köre, amit akkor a Szakállas Saskesejük baráti köre ellenszervezeteként alakítottunk. Hát aztán azóta rájöttem én is, hogy sokkal jobb, hogy az ember nem borotválkozik, és aztán itt egyesült a két társaság, és hát azóta a Borzas Mödének baráti köre tagja vagyunk, mind a két csapat. És hát a másik, ami a Tempus, amit hát az a kislány Bar, akit az ember eljegyez,
Azt a Waldent azt tovább lehet örökíteni a csúf balekok számára, amelyiken nincsen tempusz, de amelyiken tempusz van, azt az ember örök életére megőrzi. Nagyon szép hagyományunk a dísztemetés, vagy akadémista távozik közülünk, itt egy 1971-es képen látható Strasznik professzornak a professzornak a dísztemetése. A klopacska hangjaira, ami valamikor a bányászokat hívta a bányába, és hát a neves halottai emlékére gyászszakestét szoktunk tartani, ahol azt a korsót, amelyből iszunk az emlékükre, azt a korsót összetörjük, és megőrizzük a korsó letört darabjait, összetört fülét, és hát itt az én kis gyűjteményem látható. Az egyenruha, a szokásaink azok mind elkülönülést, megkülönböztetést jelentenek, ugyanakkor összetartozást. Ugye megkülönböztetést a rongyfiniszterektől, a nyáspolgároktól, a diáknótáink minden tekintetben megkülönböztetést jelentenek bárki mástól, aki ezt a diákhagyományt énekli, hiszen több mint 100 olyan nótánk van, amit Magyarországon senki más nem énekel. Már hazudtam, mert a Gaudeamus Sigiturt, a Vallagmárovén diákok mind Selmecről vette át a diákság, a középkori diákság is a történelmi Magyarországon. És hát példaképpen egy elekét mutatok, egy 1921-es soproni nótáskönyvet, ez az első soproni nótáskönyv, amit alias Krokodil adott ki, és úgy kezdődik, hogy nincsen selmecünk, ott a bal felső sarokban látható. És hát minden nótáskönyv ezzel kezdődik, hogy amely diák Énával asszony nélkül, Lipcséből veretlenül, Wittenbergából épbőrrel, Selmecről pedig busnótár ismerete nélkül tér vissza szülőföldjére, a legszánalomra méltó teremtménye Istennek. És hát ez így is van. És hát Krokodil olyan híres diák volt, hogy ő róla már Selmecen, a Szomjas Szent Háromság néven képes lap készült. És hát mondtam a búvópatakot, hogy ha nem lehet, akkor is. A diákság akkor is megcsinálta. Nem nehéz kitalálni, mikor készült ez a nótáskönyv. Tessék megnézni, ez az 54. oldalon a Béke tábor legyőzhetetlen című nóta van a nótáskönyvben. 1955. De benne van az összes többi nóta, ami csak reánk jellemző. Mert akkor így lehetett megóvni a hagyományokat. És hát ugye most jön, ami most ugrik a mai a vízbe, hogy elindul-e. Talán föl lehet ismerni a hasonlóságot. Kocsis selmecünk éjjel jó soká, a filiszter örvett hajót. Bocsánat, máskor nem tudom megoldani. Tehát gyakorlatilag mi Selmecet éltetjük, Énaiak meg Énát. Ugyanabban a dallamban, ugyanazzal a nótával, vagy tényleg zárásképpen. Mi tündöklik ott fel, a ragyogó kék egekben, bőrös egekben. Mi tündöklik ott fel, a balek csészti ő, az ég követe. Bocsánat. És ugyanez. Talán ebből egy-két példából is lehet látni, hogy gyakorlatilag több száz évre visszamenőleg ezek a nóták, ez a nótakincs, ez a középkortól eredően a diákság része. És hát éneklik, és ez személyes tapasztalatom, éneklik Bécsújhelyen, éneklik most már ugye újra Selmecen, hiszen mióta eljöttünk Selmecről, ennek 100 éve, ez a kis ékszerdoboz, ez a kis város, mindent megtenne azért, hogy újra egyeteme legyen. Talán ha Génának egy népszavazást, hogy tartozzanak Magyarországhoz, ha visszamegy az akadémia, még talán azt is megnyerni.
A diákság kiad a nótáskönyvek mellett különböző humoros újságokat, az Ászok csavart, azt rendszeresen harmadéven, az addig fölgyűlt tapasztalatokról az egyetemi életről, a Horvile Diktu pedig a még kimondani is borzalom című újságot, meg az egész 5-6 vagy akárhány év történetéről. És hát csak hogy mennyire zárszóképpen, hogy ez mennyire megvan mindenütt, ez a Korpschaft Leobenben van, ahová 1857-ben került a német nyelvű oktatás, a bányászati oktatás, ugyanúgy megvan, mint a mi ifjúsági körünk, és ugyanúgy működik ez a diákszervezet, de ugyanezt megtaláljuk egy katolikus diákszervezet például Gentben, ahol egyébként hasonló módon kér Tempus helyére sitalára, itt a képen látható hölgy tébetűvel, tehát Tempus mondja nem a szívét, de Tempus, hanem a helyére sitalára, vagy hát az emlegetett vécsújhelyi Neostália nevű szervezet. Sokan felvetik azt, hogy vajon a jelenlegi bolonyai rendszerben, ahol szétfolyik az oktatás, nincsenek évfolyamok, a diákság nincsen annyira együtt, tovább tudnak-e élni ezek a diákhagyományok. Ennél sokkal rosszabb időket is megélt ez az akadémia, is megélt ez az egyetem. Gondoljunk a felsoroltakra, gondoljunk a szabadságharcra, forradalmakra, világháborúkra, kényszerű költözésre és költöztetésre. És én nem félek, mert ismerem a diákainkat, és tudom, hogyha mi öreg firmák rajta tartjuk az újunkat a diákhagyományok ütőerén, akkor mindig lesznek új kezdeményezések, és mindig tovább fogják éltetni ezeket a hagyományokat. Mi egy iriglésre méltó szakma részesei vagyunk, mi a legjobb munkahelyen dolgozunk. És hát amivel kezdtem, a legjobb városban lakunk, és 10 évvel ezelőtt, amikor ünnepeltük a 200 éves alapítását az Erdőmenikú karnak, akkor a Szalamander végén, a főtéren azt találtam mondani, hogy azt kértem a soproniaktól, hogy szeressék ezt az egyetemet, szeressék ezt az akadémiát, mert mi nagyon szeretjük ezt a várost. Köszönöm szépen a figyelmet!